A magyar csapatok kupa hétvégéje nagy jó indulattal felemásra sikeredett. A hét leggeiben most ezek közül válogattunk. Essünk túl a nehezén. Csalódott lehetett a Fehérvár, miután 4 gólos előnyét nem tudta megtartani a Zajecsár ellen idegenben. Náluk jóval nagyobb pofont kapott otthon a férfiaknál a Veszprém a BL-ben a lengyel Kielcétől. Sikernek semmiképpen sem nevezhető a Fradi Flensburg elleni és a Szeged Kili szereplése. A hét kudarca viszont a Vác kiesése volt a török Mini Piango ellen az EHF kupából. Akikre büszkék lehetünk. A Győr magabiztosan verte a BL-ben az EHF kupa címvédő Dán Mithyulandot. A keggyőztes Fradi lesöpörte a visszavágón az orosz Don Rostovot. A hét sikere címet pedig a két jelentősen meggyengülő csapatok csatájából győztesen kijövő Debrecen kapta, amely a kegben a spanyol Sagunto ellen jutott be a legjobb 8 közé. A hét emberét Zácsik Szandrának hívják. Egy éve a Viborg ellen az ő 7-esével jutott tovább a Fradi a kegben, most pedig az ő 10 gólja jelentette a biztosítékot, hogy a Don Rostov nem rúghat labdába a magyar fővárosban. A hét meccse titulust is elviszik a fradista lányok, akik a vártnál jóval nagyobb különbséggel nyertek az orosz bajnokság dobogós csapata ellen. A felemás hétvégéből két ellentétes pillanatot választottunk közvetített meccseinkből. Az egyikkel a Fradi Fiesztát, a másikkal a Váci meccs legszerencsétlenebb momentumát próbáljuk visszaadni. Jön meg egy nyitottra az orosz csapat, ugye ne felejtsük el, ember hátrányban támadunk, Zsivkovics, megvan a 10! Megvan a 10! Ártamanova, Gárbusz, és Pastrovics, és Pastrovics, és a 10! Egy bécsi átszállással fognak majd hazamenni Oroszországba. Nyilván húzni fogják az időt a törökök, erre is számíthatunk. Összcsán! Éles szögből fölé. Mi? Ukrákovát kiállítják, és 7 méteres. Hát tessék nézni, hát hozzá nem nyúlt. Hát nem hiszem el. Összcsán, kár volt dicsérni a bírókat, és nem hiszem el, hogy ez bemegy. Aj, hát pedig meg lehetett volna a 4. hetes is. Nem volt elég 150 év nekik.